A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések valamennyi nézőjét. Mai vendégem Csuti Gabriella, gyógypedagógus, akivel a gyógypedagógiáról beszélgetünk, mint hivatásról, életpályáról, valamint itt van velünk Konor is, aki egy terápiás kutyának készülő növendék, és hát nyilván a terápiás foglalkozások is szóba kerülnek stúdiónkban a mai beszélgetés folyamán. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Én is üdvözlök mindenkit, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk köztetek, és Konor nevében is köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, hiszen én azt gondolom az ő adottságaival is, hogy nagyon fontos ez, hogy beszélgessünk ezekről a dolgokról. Egyáltalában, mint életpálya modell, hogy jött a te életedbe a gyógypedagógia? Miért kezdtél ezzel foglalkozni? Hát ez egy nagyon hosszú út volt igazándiból, amire én ideértem, és azt gondolom, hogy megtaláltam a helyemet, mint az életben, mint munkában, és mondhatom azt, hogy igen, ez egy hivatás, és egy hivatás az életemben, mert ezt máshogy nem lehet tenni. Én eleinte teljesen távol álltam a pedagógiai pályától, egy nagyobb cégnél dolgoztam, és aztán mindig benn voltak a hátsó gondolatomban a tanítás, a pedagógia, de aztán nem teljes volt még az, hogy gyógypedagógus legyek, hanem ez így az évek folyamán alakult ki, hogy mindig érdekeltek az emberek, és abból is leginkább a gyerekek, és hogyha valami nem volt rendben, akkor hogyan lehet segíteni ugye a gyengébbeknek, illetve a segítségre szorulóknak, és így jött ez az egész gyógypedagógia, amit nem bántam meg, hogy belekezdtem és csinálom. Nyilván azért másfajta kihívásokat tartogat, gondolom én az, hogy gyógypedagógusként dolgozol, mint az, hogyha pedagógusként látnád el ezt a feladatot, hiszen ahogy említetted is, talán ott több a gyámolításra szoruló gyermek. Hát én azt gondolom, és tapasztalataim alapján az nekem a mottom is, hogy csak szeretettel lehet, türelemmel és szeretettel, nagyon sok empátiával kell rendelkezni, én azt gondolom egy gyógypedagógusnak, és nem mellesleg humorérzékkel, mert azért én azt gondolom, az is nagyon fontos a mi hivatásunkban. Mennyire viseli meg az embert ez a hivatás? Tehát, hogy azért van az, hogy este otthon át kell gondolnod, vagy ki kell engedned az egész nap felgyülemlett élményanyagot? Eleinte igen. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt ilyen eleinte, de aztán én azt gondolom, az idővel és a gyakorlattal az ember olyan dolgokat szív magába, annyi pozitív élményt és annyi sikerélménye is tud ebből származni, hogy ezt már akkor lefekvéskor úgy el tudja engedni, hiszen tudom, hogy másnap egy új nap jön, és akkor újra megpróbálhatunk új dolgokkal, megpróbálkozhatunk, hát a segítő lehet a gyermek felé. Mondhatjuk azt, hogy akkor ez egy nagyon sok kihívással teli szakma? Én azt gondolom, hogy igen. Ugyanúgy, mint hogy nincs két egyforma ember, gyermekeknél pláne nincs két egyforma gyermek, és nincs két egyforma problémával rendelkező gyermek, mindenkinek más és más. Melyik a legnagyobb kihívás, melyik gyermekcsoport, vagy melyik fogyatékosság, hogyha fogalmazhatok így? Hát én tanakszakirányos vagyok, ugye tanulásban akadályozott gyermekekkel, egy többségi általános iskolában dolgozom. Én azt gondolom, hogy ez is ilyen vegyes érzelmekkel telít, tehát nem mondanám konkrétan egyikre se, hogy nehezebb vagy bármi. Én azt gondolom, hogy meg kell találni a közös ütemet és a közös hangot, a ráhangolódást, a gyermeknek is rá kell hangolódnia a gyógypedagógusára, és a gyógypedagógusnak is jól meg kell ismerni azért a gyermeket, és egy bizalmi hidat kell egymást közt inkább kiépíteni, én azt gondolom. Szerintem az a legnagyobb munka.
Akkor ez egy ilyen nagyon szoros és hosszú távú együttműködés mondjuk a gyógypedagógus és a gyermek, illetve a gyermekek családja között? Én azt gondolom, hogy igen, nagyon fontos a kommunikáció, nem csak a gyermekkel, nagyon fontos a szülőkkel való kapcsolattartás, és a többségi pedagógusokkal való kapcsolattartás is, hogy milyen ütemben fejlődik a gyermek, illetve a többségi pedagógus is, hogy tudja segíteni a gyermeknek a fejlődését, illetve otthoni körülmények között a szülő. És hogy jött a terápiás kutya az életedbe, vagy az, hogy ő terápiás kutyával szeretnél segíteni, mert nyilván itt is a segítő szándék gondolom, hogy ott volt. Igen, hát amikor lett nekünk a Connor 5 évvel ezelőtt, meg sem fordult a fejembe, hogy ő belőle terápiás kutyanövendék lesz. Igazándiból egy családi kutyának gondoltuk mi őt. És hát a gyógypedagógia mellett én sporttal is foglalkozom, úszást oktatok itt Székesfehérváron, és hát a víz a mindenem nekem is gyerekkorom óta, és hát a Connornak viszont nem. És mindenkitől ugye szurkálódásból kaptam, hogy milyen dolog az, hogy az én kutyám fél a víztől, és hát jött a nyári szünet, és akkor gondoltam, hogy kipróbáljuk a szapozást a Connorral, és egy nagyon kedves fehérvári hölgynek a segítségével eljártunk kutyásszapos oktatásra, és ott a hölgy javaslatára kezdtük el, hogy miért nem próbálom meg, hogy a Connor egy terápiás kutyává válhasson, miért nem próbálunk meg egy úgymond idézéles felvételi vizsgát, és ott úgy is kiderülne, hogy megfelel vagy nem, hiszen a munkámmal egybevágna, örülök, hogyha mellettem van, és tényleg ő neki ez az emberközpontuság a legfontosabb dolog az életében, én azt gondolom, mindegy az, hogy mi történik, csak emberek között, és főleg gyerekek között lehessen, és akkor így átgondoltam, és gondoltam, mi vesztenivalónk van vele. Így elmentünk egy ilyen felvételi vizsgára, ahol megfelelt a Connor igazándiból, és így belevágtunk ebbe a történetbe. Mondta is rögtön egy érdekességet, hogy felvételi vizsgát hogyan képzeljük el, mert nyilván egy kívülálló számára ez ilyen egy kicsit ilyen fantasztikus fogalom, hogy akkor terápiás kutya felvételiző vizsga. Hát igen, igazándiból nagyon-nagyon szigorúak a követelmények, már ugye a megfeleléskor is nagyon sok mindent megnéznek rajta, hogy milyen neki a temperamentuma, a habitusa, hogy áll a gyerekekhez, a hangokhoz, a zajokhoz, illetve nagyon fontos volt a felvételikor, hogy el tudják tőlem vinni a kutyát, és akkor se essen pánikba, úgymond ne szeparáljon a kutya, ez ugye a vizsgakor is nagyon fontos tényező nála. Hogyan néz ki egy ilyen képzés? Mert hát gondolom, hogy felvételi vizsga után következik egy képzési folyamat. Így van. Ugye pont az olimpián mondta valaki, hogy ezt én is megcsinálnám. Hát én is ezt gondolom igazándiból erről a dologról, hogy az én kutyám is válhat terápiásra. Igazándiból ugye alapjával véve én azt gondolom, minden kutya terápiás a maga módján, de az, hogy terápiás kutya legyen belőle, egy nagyon hosszú és komoly utat kell bejárnunk, ugye, amit a saját bőrünkön is tapasztalunk. Azt azért tudni kell, hogy ő is kutya, nem robot, az ösztönök benne vannak, úgyhogy igazándiból ugye az oktatás folyamán is vannak neki is kevésbé jó napjai, de legtöbbnyire hála Istennek jó napjai vannak neki, de igen, vannak külső tényezők, amik nem biztos mindig, hogy az ő javára válnak. Hát van egy temperamentumvizsga, ami az első lépcső igazándiból ahhoz, hogy egy utána ugyanmond hospitálhasson a kutya már ugye akár óvodákban, iskolákban. És ez a temperamentumvizsga, ez ugye egy elég hosszadalmas és egy elég összefogott dolog. Igazándiból úgy mondanám, hogy mindenki értse, hogy ez olyan, mint amikor mi elmentünk érettségi vizsgára. Ugye hiába volt meg magyarból, meg matematikából a sikeres érettségi vizsgánk, amik történelemből nem született ez, meg nem kaptuk meg ugye az érettségi bizonyítványunkat. Önálluk is így van, igazándiból egy jó másfél órás vizsga az, amit ő neki meg kell tennie. Ebbe van, ugye a temperamentumát nézik, illetve ugye vannak azok a dolgok, ami már a terápiás részehez kapcsolódik, és hogyha egyen elbukik a kutya, akkor az egész vizsgát potvizsgázni kell neki tulajdonképpen, úgyhogy nagyon fontos neki a folyamatos fókusz, hogy akkor ott meglegyen. Akkor ez egy ilyen komplex összetett dolog, de mégis milyen elemekből áll? Hogy néz ki egy temperamentumvizsga? Mert nyilván számodra ez egyértelmű, a nézőknek mondjuk nagyjából én is,
elképzelni sem tudom, hogy egy kutyánál milyen a temperamentum vizsga. Okay. A legelejét igazándiból egy engedelmességi vizsgával kezdik, ahol ugyanúgy, mint amikor az embereknél van egy vizsgaelnök, van mellette vizsgabiztos, és akkor így tovább, illetve nagyon szigorúan kamerára veszik az egész vizsgának a folyamatát, ami visszanézhető, ugye, és vissza is nézik. Ezen az első körben nézik azt, hogy mennyire kapcsolódik a gazda és a kutyája, tehát mennyire fogad szót neki, mennyire tudja bizonyos helyzetekbe szabályozni a kutyáját. Ugye pórház nélküli követésekről beszélünk itt, illetve van egy olyan része ennek a kinti résznek, hogy úgy mondjam, mert ugye ez egy szabadtéren van az első része, hogy hatant körülállják a kutyát, és akkor ugye nagy hangerővel jönnek a kutya felé, közelítenek, megölelgetik a kutyát, még egy kicsit meg is csipik, tehát ezeket mind... Mint hogyha ilyen gyerekek között, igen, úgy szimulálják ezt az egészet, és ugye ő neki ezt is viselni kell neki, sőt, megvan az, hogy ő neki hagyni kell, hogy őt megölelgessék, áttöleljék. Ő ezt imádja, ezt a részt amúgy, igen, igen. Ez a temperamentum vizsga, és említetted, hogy komplex ez az egész folyamat. Milyen elemei vannak még? A másik része pedig igazándiból megvan, hogy egy beltéren vagyunk, egy kis szűk helyen, ott ugyanúgy ott van a vizsgaelnök, és még van kettő segítője neki, és ott ez a májkrémes kenyér próba, ami a legfontosabb szituáció első körben. Az mit jelent? Májkrémes kenyérrel kínálják a kutyát igazándiból, és ugye hát ezt először neki nem szabad elfogadnia. Egy kerekesszékes ember van még benne a terembe, ahol pedig tudnia kell neki, hogy 50 centire a kerekesszéknél le kell, hogy ülje, és akkor a kliensnek viszont ugye meg kell tudnia simogatni, meg kell tudnia ölelni a kutyát. Konor, figyelj! És akkor ez a komplex része a vizsgának, hogy van még más összetevő? Igen, van még a csont, ugye az élelem, amit igazándiból ugye én odaadok neki egy csontot, el kell vennem tőle, ugye, és utána visszaadom neki, és utána a vizsgáztatók köréből valaki elveszi tőle a csontot. Ugye ott sem szabad neki semmiféle negatív dolgot produkálnia. Illetve még van egy nagyon fontos dolog, ez a megközelítés, amikor fenyegető megközelítést csinálnak a kutyának. Ugye akik vannak azért olyan szendékú emberek, akik szeretik kicsit bántalmazni akár a kutyát, őneki akkor is rezdüléstelen arccal kell ezt végig produkálnia. Hát ő örülni szokott neki, ha valaki jön. Szoktam mondani a páromnak, ha hozzánk jön, de valaki biztos még kávét is főzne neki, hogy megtalálná a gombot. Örömmel fogadna mindenkit. Igen, ő igen. Ugye van ez a vizsga folyamat, de miért jó egy terápiás kutya? Miben tud segíteni? Hiszen nyilván ugye a vizsga után ezzel szeretnétek foglalkozni. Igen, én nagyon sok esetben azt vettem észre, ugye, hogy már voltam én személy szerint, és láttam ilyen foglalkozásokat, amik élesbe mentek, hogy a gyerekek azt a feloldottságot, ugye nagyon sok gyermekben benn van a feszültség, az árkózottság, főleg, hogyha már a kamaszkort nézzük, és egyszerűen nem tudnak nyitni a gyerekek, de én azt láttam, hogy a kutyák felé meg ugye egyből nem az, hogy megpróbálnak, hanem tudnak is nyitni, sőt láttam olyat, amikor a kollega ott volt a kutyájával, hogy kifél a kutyától, és volt 2-3 gyerek, aki a csoportba feltette a kezét, most az a foglalkozás végére ő ölelgette a kollega kutyáját a legjobban. Tehát egyszerűen a gátlásokat azért le tudják fedni ezek a kutyusok, úgyhogy nem beszélnek, nem szólnak, csak ott vannak. És tényleg az, hogy megölelhetik őket, az meg egy fantasztikus dolog nekik. És gondolom, hogy a fogyatékkal élő gyerekeknél még jobban, még inkább tudja oldani ezeket a komplexusokat, ezeket a berögzült szokásokat. Igen, igen, főleg ugye a fogyatékosoknál, de ugye nagyon-nagyon sok gyerek küzd szorongással, és ezt a szorongást is nagyon jól le tudja vezetni igazándiból ezzel a dologgal. Nagyon sok olyan kutya van, akikről hallottam, hogy matek órán, magyar órán részt vesznek, ugye akár egy többségi iskolában, pont ezért, mert szoronganak a gyerekek akár egy dolgozatírás előtt, és nagyon sokban tudnak segíteni nekik, már csak hogy ott vannak és velük vannak.
Nyilván a jelenlét is fontos, de nyilván hogy képzeljünk el egy ilyen terápiás foglalkozást, ugye gondolom, hogy ott is minden probléma, minden szituáció más és más, de nyilván vannak alapok. Igen, vannak alapok, viszont ugye ott is korosztályra szedik szét ezt az egész dolgot, illetve nyilvánvaló a sérülés specifikumos az egész dolog. Ugye ezt úgy kell elképzelni, mint egy oktatást, egy tanítási órát, mikor felkészülnek rá, és akkor az alapján írják meg ugye az órának a menetét gyermekekhez képest. Ha most egy többségi általános iskolát veszünk, amiket én már láttam, sajnos ugye Konor még nem tudott részt venni benne, de amiket én láttam, ugye óvodáskortól egészen mondjuk általános iskoláskorig, ha beszélek, ugye kis versekkel kezdenek, a köszönéssel kezdenek, hogy megismerjék a kutyát, és olyan feladatokat ad neki a foglalkozásvezető, hogy minden gyereknek kedve legyen azt csinálni. Mindenki szeret játszani, még a felnőttek is, ugye, de a gyerekek még könnyebben rávehetők erre a dologra, és egyszerűen a kutya is bekapcsolódik ezekbe a játékokba, akár egy alagúton átbújás, akár jutalomfalatozás, hogy ne féljen a gyermek a kutyától, illetve hogy a kezét nyújtsa, a tenyeréből legyen, ugye, hogyha a mozgásában korlátozott ugye, a gyermek, még jobban rá lehet venni arra ezekre a dolgokra egy kutya segítségével. És akkor azt úgy képzeljük el, hogy amit említettél is, hogy fogyatékosság specifikus foglalkozás, hogy mondjuk mással lehet készülni egy mozgásában akadályozott gyermeknek, vagy a látásában, vagy akár a magatartás zavar tekintetében is tud segíteni egy ilyen kutyus? Persze, nyilván, hogy vannak átvedések a foglalkozások területén, de igen, teljes mértékben így, ahogy mondod, hogy ugye arra a fogyaték specifikusságra próbál mindig a kollega fókuszálni. Mondjuk tudnám mondani egy-két példát, hogy képzeljünk el egy ilyen foglalkozást? Hát én amit láttam foglalkozásokat, én csak arról tudok akkor így mond nektek beszélni. Az egyik kolléganőm, amit tartott foglalkozást, ott mozgásukban korlátozott gyermekek voltak, és ugye kerekesszékhez kötöttek voltak, és ott teljesen odavitték a kutyusokat a kerekesszékhez. Volt olyan ugye a kisebb méretű kutyusok, ezek a 2-3 kilósak, akiket bele is tudnak ültetni akár a kliensnek az ölébe, és volt gondozó segítségével akár meg tudják simogatni a kutyát, és ez őnekik nagyon nagy élmény és sikerélménynek is számított, hogy ők tudnak valamit megcsinálni. Van-e valami célközönség, akikkel szívesen foglalkoznátok majd így közösen Konor és te, vagy van-e ilyen szívhez közel álló különleges csoport? Én azt gondolom, hogy az általános iskola, ami mindenképpen nekem biztos, hogy szívemhez közel. Hát a Konornál pedig ugye a vizsgák után fog ez kiderülni. Hát javasolták már őt korafejlesztéshez is, de hát ugye nem tudunk addig dolgozni, amíg ez a vizsgánk meg nincsen. Miután meg lesz a vizsgánk, akkor már én is jobban fogom látni, hogy melyik. De nyilván, ami nekem is, és a kutyámnak is jó, az a legfontosabb. Nekem igazándiból mindegy. Ahol Konor jól érzi magát, gondolom. Igen. Mit jelent az, hogy korafejlesztés? Tehát, hogy az egészen pici gyerekeknek egészen mondjuk pici korban megkezdik, mert igen, ezt a korafejlesztést. Ugye védőnői javaslatra tudnak menni a korai fejlesztőbe, és már ott tudnak kapni igazándiból korán fejlesztést, és nagyon sokban szokott az segíteni. Hogy látod, hogy Konor kifele nyitott inkább? Gyerekek. Tehát ha most itt lenne 3 gyerek, akkor biztos nem maradna így mellettem. Mondjuk most sem már nagyon, mert kacsingat mindenfelé, csak hogy valami emberközeliség legyen, de otthoni példákból tudok merítkezni, hogy ahányszor gyermek van, teljesen más, hogy viselkedik, teljesen más, hogy tudják a gyerekek sétáltatni otthoni környezetben a Konor, teljesen az a pórázzal. Ha a gyerek 2-t lép, akkor ő csak 1-et kényesen figyel rá. Tehát teljesen nekem is megdöbbentő volt, hogy mennyire érzékeny arra, hogy gyerek. És akkor mondjuk hagyja is, hogy húzzák, vonják, befonják a szőrét, bármi ilyesmi? Mindent.
Mindent is. Mindent is, igen. Tehát ő az, aki mindent is, mindegy, csak gyerek legyen, és érjen hozzám, és valami legyen. Van egyébként kedvenc feladat, amit így észrevettél, hogy jobban szeret csinálni, mondjuk akár a suliban, a kutyasuliban, vagy akár itt a terápiás, vizsgára való felkészítő folyamatok során? Igen. Amikor van ez a hatos megközelítés, és jönnek felé, hiába sikongatva, ujjongatva, hát őnek ez a kedvence, hogy őt ott megölelik, és körbe. Tervileg ugye más kutya az egy kicsit van, amikor kibújik az ölelés alól, hát a Connor az direkt oda bedől, hogy engem mindenképpen öleljetek meg, és simogassatok. Még a beszélgetésünk elején említetted, hogy ugye sokan félnek a kutyáktól, ez lehet negatív élmény is akár. Ebben mennyit tud segíteni Connor? Hát én úgy vettem észre, hogy nagyon sokat tudnak a kutyák ebben segíteni. Ugye nyilván, ahogy mondtad is, hogy egy rossz élmény is kiválthatja ezt, és utána nagyon-nagyon nehéz ezt a bizalmat felépíteni. Főleg azt gondolom, ha a családban még vannak, akik tartanak a kutyusoktól, akár ott is egy rossz élmény nek köszönhetően, de fel lehet ezt a dolgot, én azt gondolom, építeni, és pont ahhoz szükségesek ezek a kutyák, hogy bizalmat tudjanak adni a gyerekeknek, akár a felnőtteknek is. Mert ezt korábban nem egyeztettük le, de esetleg be tudtok valamit mutatni a Connorral? Hát megpróbálhatjuk. Bár mondjuk most idegen neki a környezet. Connor, figyelj, gyere ide, gyere. Ide jöhetünk hozzá? Persze. Gyere, ide, Connor, itt ül, figyelj, ülsz. Az a szuper, ügyes vagy, nagyon jó vagy. Figyelj, fekszik. Nem férsz el? Ó, de ne elfér ez a kutyus. Az a szuper. Marad. És akkor most itt is marad mellettem. Maradj ott, jó? Marad. És akkor a tervek szerint mikor és hol találkozhatunk majd veletek, vagy hogyan lehet majd titeket elérni? Októberben vizsgázik Connor. Úgyhogy nagyon készülünk most már az októberi vizsgára, és hogyha ez rendben van, gyere ide, azaz. Akkor pedig utána megkezdheti a hospitálást, és felkészülni az igazi érdemi munkára, ami már ő neki biztos szíve. Szíve vágya. Igen. Úgy látjuk. Igen. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert kívánunk ehhez a közös kalandhoz. Nagyon szépen köszönjük mi is, hogy itt lehettünk veled. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, természetesen fehérvári beszélgetésekkel találkozhatnak majd a Fehérvár Televízióban a holnap nap folyamán is. Beszélgetésünket pedig visszanézhetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. Köszönöm, hogy itt voltak, további kellemes időtöltést kívánok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.